De Móra. De Móra indul közben, egy szentgyörgyi játékos marad lenne a földön, de Móra teszi középre! 13. perc, Candia. Idegeskedés nélkül egy-egy ilyen lepattanót, mint ami az előbb ott volt Mioch előtt. Meg lehet próbálni, el lehet lőni. Ő próbálta tovább játszani. Ez viszont egy ajándéklabda és egy lehetőség. Megvan az első hazai próbálkozás. 19. perc. Liridon Latifi lövése után marad a 0-0. Hát a túloldalra. Szolnoki labdája után, ez nagyon nagy játék, óriási lehetőség. Ez hegedűség kell, hogy legyen. Így viszont nem hegedűség lesz. És a 23. percben hadnagy góljával megszerzi a vezetést. A Sepsi együttese hegedűs jött, és én azt hittem, hogy az övé is lesz a labda. De nem ért el. Ez pedig azt jelenti, hogy a 23. percben Hadnagy Attila, a Sepsi Szentgyörgy csapatkapitányának góljával megszerzi a vezetést a vendégcsapat. 0-1 tehát az állás. Hosszú indítás. És rögtön jön az egyenlítés! Nem jön az egyenlítés, mert hogy kapufa! Latifi a 24. percben. Hát nem sok hiányzott hozzá. Prosser. Jó a csel Prossertől. Prosser teszi középre. Óriási helyzet! Tandi az egyetlen szentgyörgyi játékos, aki nem a saját 16-asán belül helyezkedett. Pór fogja a fejét. Danilovics vágja előre a labdát. Jesus eddig sok mindent nem tudott hozzátenni Puskás Akadémia játékához, na talán majd most. Vlaskó viszont igen, Vlaskó ellövi távolról! Urbiktól indul a Puskás Akadémia támadása, ez szép labda ki a jobb oldalra, 68. perc. A lepattanó után jöhet egy lövés! Bizony jön egy lövés a 68. percben! Vlaskó nagyon jól találja el, és egy-egyre módosul az eredmény. Őrületesen nagy gól. Egy-egy tehát a mérkőzés állása. Vlaskó, hát ezt igen erőteljesen eltalálta. Egy-egy tehát.